Mikor alakult a zenekar? Honnan jött az ötlet a megalakítására? Ó, hosszú sora van annak. 84-ben alakult a Holló együttes, akkor Ori vizsgáztunk, de előtte már volt egy előző Szélkerék nevezeti együttes, abban már ketten-hárman benne voltunk, és a katonaságnál döntöttük el, hogy igazából muzsikálni szeretnénk, mert azt a nagy feszültséget, az idegfeszültséget, amit ott átéltünk, azt már csak zenével lehet feloldani. Milyen korosztály számára készítik a zenéket? Hát mi azt gondoltuk, hogy mi muzsikálunk azt, amit lehet, a szívünkből szól ez a dolog, és akkor ez úgy kiderült, hogy amikor, akkor még volt egy úgynevezett Ori vizsga, az mehetett föl a színpadra, aki teljesített egy ilyen előadó művészi Ori vizsgát, ottan sok-sok szakmabeli hallgatott minket, és akkor, amikor megkaptuk ezt, 100 dalt kellett papíron, és akkor 3-at választottak belőle, és amikor megkaptuk, akkor kiderült, hogy elkezdtünk szervezni, és kiderült, hogy 10-ből 9-szer gyerekműsort kérnek. És mi akkor szembesültünk itt ezzel a dologgal, hogy mivel, hogy mi folkzenét szeretünk játszani, tehát ilyen gitár és még mindenféle akusztikus hangszerek, sebő, muzsikás, ilyesmi. Az igény, ami mutatkozott rá, ami vevők voltak a műfázak, vagy akkoriban még sok gyermek volt, és sok gyermekműsor, sok műfáz. És játszottunk is sokat, valami 150-200-at évente, de mondom, 10-ből hát legalább 8 az gyerekműsor kellett, hogy legyen, de aztán mindenfélét utána csináltunk, volt felnőtt műsor is, német műsor, középiskolásoknak is, de ez az arány, ez megmaradt a mai napig is, hogy 10 műsorból 8 gyermekműsort kérnek. Említette, hogy német nyelvű műsorokat is készítettek. Kivel állnak együttműködésben? Hát ez úgy volt, hogy akkoriban a Német Színház felkérésére csináltuk. Van Szekszárdon egy német színház, és az ő felkérésükre csináltunk gyermekműsort. De kijutaztam Bécsbe, mert akkoriban, vagy én legalábbis nem tudtam más milyen módon ez, mikor lehetett, a 80-as évek közepén, vége felé, vagy hát nem volt előttem olyan egyértelmű, hogy hol kell keresni a német népdalokat. Úgyhogy egészen Bécsig futottunk, éppen összebeszéltünk valakivel, és akkor ott egy nagy könyvtárból elővettem 3, 4 vagy 5, vagy mit tudom én, ilyen gyermekválogatás német gyermekdalokat, és akkor onnan választottunk ki egyébként, meg nem volt túl nehéz dolgom ebben sem, mert én 2-3 éves koromig csak németül beszéltem, akarom mondani, svábul, mert a nagymamámék neveltek, és akkor gyakorlatilag nekem úgy kellett később megtanulni a magyar nyelvet. Programon hallhattunk ismerős sorokat is. Honnan merítenek ihletet a zenéjükhöz? Hát az a helyzet, hogy ezt a műfajt Halász Jutka találta ki, vagy Halász Jutkának találták ki Bródiék, Tolcsvai és Bródi, és 81-ben láttam őket először, és ez fantasztikus volt, amit csinálta Judit ottan, hatalmas nagy lovagló csillagzőmába ugrabugrált jobbra-balra, mögötte volt a Bortolján együttes, de akkor még én még nem tettem még ilyen különbséget, hogy ez gyermek vagy nem gyermek, de később megtudtam, hogy ezt a 70-es évek végén a Kép a tükörben című lemezzel, ezt ők teremtették meg, ezt a műfajt igazából, és szenzációs is volt, és a mai napig is Judit egyszerűen félelmetesen jó, nem sokat beszélget, 3-4 mondat, és már jön is a következő dal, és fantasztikusan ott van minden. Aztán sokan csinálták, sokan ráharaptak erre, de hát őszintén szólva
utána már magunk tetszem a legjobban a műfajban. Ez az én ízlésem, úgy értve, hogy elismerem a nagy elődöket, és ráadásul még tiszteletből még játszok is. Ezek a régi nagyon nagy slágerek, tehát én nem gondolnám azt, hogy mondjuk akár a mesékben, vagy népmesékben, vagy mit tudom, olyan nyakra főre újítani kellene. Én nem gondolnám azt, hogy át kéne írni a meseirodalmat azért, hogy aktuális legyen. Épp elég aktuális, időtlen. Időtlen igazságokat közöl a mese, és van olyan csiribiri, meg ezek a nagyon nagy slágerek, amik örülnek a gyerekek, hogyha a gyerekek konzervatívok egyébként a biztonság szempontjából. Egyrészt vevők az újdonságra, hogyha játszanak, másrésztről meg imádják a biztonságot, az, hogyha ismernek valamit. És akár, ha szeretnek egy mesét, akkor azt akár tizedszer is meghallgatják. Nici Mackót, meg a Csiribirit tiszteletből is, meg azért, hogy valami ismerős is legyen, azt játsszuk. És egyébként meg, hát Vörös Sándor természetesen, ő a gyermekvers király, de a Sanyi bácsi azt mondta, hogy nem létezik ilyen, hogy gyermekvers. Nincs ilyen, hogy gyermekvers. Jó vers van, vagy rossz vers. És ez is igaz. Tehát attól még, hogy ő az 50-es években mást nem adta ki tőle, attól még zseniálisat ír például az. Hát nem is, nem mindegy, hogy mit idézek tőle, egyszerűen minden sorra tökéletes. Soraik hogyan épülnek fel? Láthattuk itt is, hogy egy különleges hangszert is hoztak, és bevonták a gyerekeket a zenélésbe. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokféle műsor csinálunk. Megpróbálunk minden dalt úgy megkomponálni, hogy abban legyen valamiféle játék. Abban vagy ritmus, vagy ének, vagy kitalálós, vagy
mindegy. Valami játék legyen benne, valami olyan, ami nekik tetszik. A gyereknek vagy tetszik, vagy nem tetszik. Ha nem tetszik, elkezd rosszalkodni, unatkozni, és a következő pillanatban rosszalkodni. Ha meg tetszik, az meg mindenki tudja. Azt mi is tudjuk, azt a felnőtt tudja. És akkor jön a szégyenkezés, hogy hol veszik el az a fajta elemi öröm, ami a gyermekekből sugárzik minden pillanatban. Hol veszik el a felnőtteknél? Na, hol veszik el? Képzeljétek, ez egy olyan csodálatos hangszer, ha én megfogom a két kezembe, és jó, erősen megszorítom, akkor magától ritmusok potyognak ki belőle. És ti, hogyha nagyon-nagyon ügyesek vagytok, és ezeket a ritmusokat meghallgatjátok, akkor lehet, hogy vissza tudjátok nekünk tapsolni. Na, teszünk egy próbát! Na mi az? Ti ezt egész éjszaka folyamatosan gyakoroltátok? Nem is, pedig mégis ilyen jól megy? Na, várjatok! Hát valami nehezebbet is mernétek vállalni? Na jó van, majd mindjárt elveszük a kedvüket. Légy szíves, Péter, valami jó nehezet, mert ezek még a végén azt hiszik, hogy túlságosan ügyesek. Mondtátok, hogy a nehezebbet még sokkal jobban tudjátok, mint a könnyebbet? Hát mi van? Sehogy se nem lehet rajtatok kifogni? Micsoda, ti mindenféle tudtok kapcsolni? Hát azt a taját buzelusát! Na jó, akkor most már látszik, hogy veletek nem lehet macskázni? Csak kukoricázni? Se lacafacázni! Most elővesszük azokat a ritmusokat, amelyeket az ügyes, de nagyon nagy szájú gyerekek számára találtak ki. De most aztán mindenki fölkötheti el maga a tyáját? Vagy a szoktáját? Vagy a gumibugyját? Hát én ilyet még nem pipáltam, ezek folyamatosan kibabrálnak velük. Na jó, ezt most csináltátok utoljára. Most elővesszük a tartalékját, azt a legnehezebb ritmust, amit még soha senki nem tudott visszatapsolni. Velük, mi következik, hogy ti se fogjátok tudni, mondom, nem? Kúzzunk, kipróbáljuk! Hát akkor majd Bóra se tanít benneteket. A ritmusok, ritmusok. Mik a tapasztalatok? Itt is láthattuk, hogy már az elejétől kezdve nagyon lelkesek voltak a gyerekek. Milyen visszajelzések érkeznek önökhöz? Hát az a helyzet, hogy a legjobbak. Az a helyzet, hogyha véletlenül elkövetném azt a hibát, hogy valamikor is rosszul érezném magam, az biztos, hogy egy ilyen gyerekműsor után, vagyis hogy a koncertünk után jól érezném magam, de én a hétköznapokon sem követem el azt a hibát, hogy rosszul érezzem magam, mert az én mintám, a gyermeki boldogság. Tehát én nem akarok semmit se elérni. Sem hírnevet, sem sikert, sem rangot, sem semmiféle butaságot. Mert nem gondolnám azt, hogy abból következik a boldogság. Én ahol vagyok, ott érzem jól magam. Amikor halimán hallak, hallak, odahé, csillag, csillag. Amikor halimán, halimán,
mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl. Lófej széles ibolya virul. Túl, túl, messze túl. Mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl. Jancsi mosogat, Kati az úr. Mindenki segítsen. Hegyen messze túl! Hely a hegyen messze túl! Lófej széles, ibolya virul! Túl, túl, messze túl! Mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl! Jancsi mosogat, Kati az úr! Oh, God, God, God.